A szolnoki Tököli úti laktanya is egyike azoknak, ahová Karácsony Gergely migránsokat telepítene, kezdte tájékoztatóját dr. Kálai Mária. A Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő jelöltje hozzátette, az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje a bevándorlással kapcsolatos kérdésekre csak április 9-e után kíván válaszolni, ezzel is bizonyítva, hogy be akarják csapni a magyar embereket. A választókerület és Szolnok környéke nem kér a bevándorlókból. A tapasztalatok azt mutatják, a híradások mutatják, hogy ahova bevándorlók kerülnek, ott lényegesen csökken a közbiztonsága, a mindennapok biztonsága, ugrásszerűen megnőnek a bűncselekmények, nő az erőszakos cselekmények száma. Az adatok szerint a laktanyák befogadó képessége körülbelül 10 000, és a legújabb brüsszeli javaslat szerint Magyarországnak éppen ennyi embert kellene befogadnia. Ezt a Fidesz nem engedi, mert szeretnék, hogy hazánk továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa maradjon. Ez tehát alapvetően a választás tétje. Nekünk Magyarország az első, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Magyarország Magyarország maradjon. Április 8-án meg kell védenünk minden települést Magyarországon, mert ahogyan már többször mondtuk, nem akarunk bevándorló országot. Határozottan tiltakozik Szalai Ferenc és Karácsony Gergely betelepítési tervei ellen. A választókerületi elnök egyúttal fel is szólította az ellenzéki politikusokat, hangsúlyozva, Szolnok nem kér a migránsokból.